múltban nem egyszer volt szerencsém segítségre fordulni önhöz, és úgy mondja, mindennyiszor volt olyan kedves, és... Bocsásson meg, borzasztó izgatott vagyok. Ha megengedi, iszom egy pohár vizet. Kölcsön akar kérni, de abból nem eszik. Kérem az szó keveset! Van szerencsém megkérni? Mindig is akartam, hogy ez megtörténjék. Ez volt a legjobb kívánságom, amit úgy szeretlek tényleg, mint a saját gyerekemet. Tovább várom a nősüléssel, már nem lehet. Először is 35 éves vagyok. Tehát elértem a kritikus kort. És az meg van faszíjára! Adj az Isten, igen tisztelt! Bocsásson meg! Elhatároztam, hogy megkérem a... arra, hogy... hallgasson meg! Azon kívül, mint szintén tetszik tudni, az én birtokom közvetlenül szomszédos az önökével. Legyen szabad emlékezetébe idéznem, hogy az én bivajrétem határos az önök nyíresével. Bocsásson meg, hogy közben. De maga azt mondja, az én bivajrétem. Hát a bivajrét a magáé. Engedelmével az enyém. Mit nem mond? Hát a bivajrét nem a magáé, hanem a miénk. Bocsássuk meg, igen tisztelt Natália Sztyepánovna, de a bivajrét az enyém. Miért? Most hallom először. Na és mióta a magáé? Hogy mióta? Ó, én arról a bivajrétről beszélek, ami az önöki nyíresen és az üszkös mocsár közé ékelődik. Igen, az a milyen. Az ön apai délapjának parasztjai. Téglát égettek az én nagynénikim nagyanyja számára. Nagynéném nagyanyja, hogy fáradtságokat megállja. Én nem a nagyanyja nagynéne. Számomra mindez teljesen értelmetlen az anyja beszéd. A lét, amilyen... Láttam, hogy maguk egyszerűen csak bolondnak tartanak engem, és gúnytűznek belőle, maga nem szomszéd, hanem... Mit adó? Valóságos tarszülött! Elveszi a mások földjét, és ő merészen másokat szidalmazni. Ez a színvak madár ijesztő. Ez a két balkezes folyankú merészkedik, míg leánykénésre gondolni, és így tovább. És így tovább. Visszahívni! Mi ki? Rosszul vagyok. Visszami! Mi van vele? Mi van? Na! Iszonyú ez a szép dobogás? Az én létem. Mindkét szemem káprázik. Igen, igen. A rét. A magáé? Magra jó helyet! Vadászatra! Nem készül a közeljövőben? Hogyne, hogyne! Igen, tisztelt Natália Sztyepánovna! Amint az aratást befejeztük, majd kakasra vadászom. Azért se hallak! Tényleg is az ideális! Már megint, hát már megint még jobban! Légy szíves, papa, van megint az lelkedre, melyik jó vadászkutya? A mi csimmelünk, vagy az összimak? Könyörök szépen, szépen is csak egyet mondjon meg! Hibás, ha maguk csimmelének a szája, vagy nem? Nem vadászkodok, hogy hagyd már a maga helyre, vadászokon! Na, mert jártam is vadász! Nem maga talál vadász! Mi? Vadászatok is csak azért részt vagy a grófhoz, de röztesen és a kedvére implikálasson! A színem! Maga bénétrikus! Haj, halálpikus! Megvérem a lábam! Mire belbukok? Végem, mert a randasszonyot tart papucsának! Ja Istenem! Ja Istenem! Hasson meg a színem! Hé! Leszakadt a vállam! Hol a vállam?
Nincs így tovább! Nincs így tovább! Köd!